Advent időszakában vagyunk. Advent pedig az Úr eljövetelét jelenti, ugyanakkor az ember részéről a hagyományos ünnepkörben az Isten várást, vagy Jézus Krisztusnak a várását is. A modern ember életében ez az adventi idő teljesen más jelentést kapott, hiszen ilyenkor felpörögnek az élet eseményei az év vége közelettével, és nagyon sokan, mire elérkeznek az ünnepbe, az év végére elfáradnak, és szeretnének kilépni ebből a túlhajszolt életből. És ebből fakad a modern embernek az a fajta vágya, és mondhatnám úgy, hogy talán egy kicsit a tévedése is, vagy kényszer tévedése, hogy az ünnepben, vagy ő az ünnepből kilép, miközben az Isten egy más életre hív, szeretne minket felemelni az ünnepben. És ez a kilépés, ez érthető valahol, hiszen az ember szeretné elhagyni a hajszoltságot, szeretne megpihenni fizikailag, és szeretne megpihenni lelkileg, kikapcsolódni és elfelejteni mindent, nyugalomban lenni, hiszen a léleknek az igénye, hogy csendbe lehessen az ember, és netán együtt lehessen a szeretteivel, családjával, barátaival, szüleivel, rokonaival, mert olyan kevés idő van, amikor együtt lehetünk azokkal, akik igazán fontosak. Az Isten egy másik útra hív, ahogy ezt mondtam, szerette felemelni bennünket az ünnepben, és ezért egy minősített időt adott nekünk, az adventet és benne jeleket, az adventi koszorút, a gyertyákat, hogy egyre nagyobb világosság gyújjon, nem csak azáltal, hogy alkalomról alkalomra, vagy vasárnapról vasárnapra egy-egy gyertyával többet gyújtunk meg, hanem egy picit tudjunk elcsendesedni, magunkba nézni, és az életünkben elgondolkozni azokon, hogy mik a legfontosabbak. Melyek azok a dolgok, amelyeket nem tudunk megismételni, amiket, ha elmulasztunk, végképp elvesznek. Ezért az adventi idő az egy gyönyörű idő, és jó lenne csendben lenni önmagunkkal, csendben lenni az Isten előtt, kicsit elvonulni, felütni egy-egy jó könyvet, és én lelkipásztorként mondom, felütni a Szentírást, és olvasni, belemerülni abba az igazságba, amely túlmutat ezen a világon. És ha az ember így tudja végigélni ezt az adventi időt, akkor eljut igazán a várakozásban a beteljesülésnek a vágyáig, és hisszük, hogy annak az öröméig is, amikor karácsonyban eljön hozzánk a legnagyobb ajándék, az Isten fia, aki nem megszületik újra, ő egyszer született meg Betlehemben, hanem eljön az ő isteni hatalmával, hogy megajándékozzon minket gyönyörűen. Angyalokat küld hozzánk, ajándékokat hoz, kisimítja ráncos arcunkat, és olyan örömet ad nekünk, amit emberek soha nem adhatnak. Én azt kívánom Szombathely minden lakójának, illetve a Szombathelyi Televízió nézőinek, hogy ilyen elcsendesedő adventi napokat tudjanak maguknak kiszakítani ebben a rohanó világban, és jussanak el karácsonynak amaz öröméig, amelyet nem emberek adnak, nem az ember maga készít el ünnepként önmagának, hanem részt tud venni abban az örömben, amit Isten készített el azáltal, hogy az ő egyszülött fiát, a megváltót elküldte hozzánk a világban. Áldott békés adventet és karácsonyt kívánok!